Így épül az Alba Arénában az a fülke, ahol a versenybírók tevékenykednek a jégkorongmérkőzéseken. Hogy megfelelő számú szakember álljon rendelkezésre, versenybírói képzésre várja a jelentkezőket a Fehérvár AV 19 sportklub. Az Egyesületi Versenybíróság új tagjai azok lehetnek, akik szeretik a jégkorongot és szívesen megismernék egy új oldalát is a sportágnak. A Fehérvár AV 19 SC Egyesületi Versenybírósága 350-400 mérkőzést lát el egy-egy szezonban. Ez azért kell emberi erőforrás, és hát ennek most már azért egy kicsit hiány vagyunk. Úgyhogy mi ilyenkor, amikor úgy érezzük, hogy most már kell az erősítés, akkor meghirdetjük ezt a képzést. Várunk mindenkit nagy szeretettel, akit érdekel a jégkorong, és szeretne egy kicsit belekóstolni ennek az adminisztratív, inkább jég melletti világába, tehát itt most fontos nem játékvezetőket várunk, hanem olyan adminisztratív kollégákat, akik segítenek a mérkőzés lebonyolításában. A jégkorong versenybíró a jég mellett a palánkon kívül helyet foglaló hivatalos személy, aki számos összetett feladatot lát el a meccsek alatt. A versenybíró kezeli az eredményjelzőt, írja a jegyzőkönyvet, bemondja a nézőknek, illetve a játékosoknak a mérkőzés fontosabb szituációit, valamint a büntetőpadosok segítik, hogy a játékosok, a büntetésüket töltő játékosok időben vissza tudjanak térni a jégre. Jelentkezni folyamatosan a barabás.ferenckukac@fehervaravé19.hu címre küldött levélben lehet. Ám az augusztus 4-i szakmai gyakorlati napot, illetve az ezt követő központi oktatást és a sikeresen letett vizsgát követően a bajnokságok indulásával kezdődik meg a valódi versenybírói munka.